Március 17. A sokaság pedig ezt megtudván követte őt, és ő örömmel fogadván őket szólt nékik Isten országáról, és akiknek gyógyulásra volt szükségük, azokat meggyógyította. Szolgálata során Jézus több időt szentelt a betegek gyógyításának, mint a prédikálásnak. Csodái bizonyították szavainak igazságát. Nem elveszíteni, hanem megmenteni jött. Igazságossága előtte járt, az Úr dicsősége pedig mögötte. Bárhová ment, irgalmas cselekedetei megelőzték. Ahol csak elhaladt az emberek, akiken könyörült, egészségben örvendeztek, s próbálgatták újonnan visszanyert erejüket. Tömegek gyűltek köréjük, hogy ajkukról hallják, amit az Úr tett velük. Sokak számára Jézus hangja volt az első, melyet hallottak, neve az első, amelyet kiejtettek, arca az első, melyet láttak. Miért ne szerették tehát Jézust, s zengenék dicséretét? Ahogy áthaladt a falvakon, városokon, olyan volt ő, mint az életadó folyó. Élet és öröm áradt, amerre csak ment. Krisztus követőinek hozzá hasonlóan kell munkálkodniuk. Enni kell adnunk az éhezőnek, felruháznunk a mezítelent, megvigasztalnunk a szenvedőt, a lesújtottat. Szolgálnunk kell a kétségbeesettet, reményt kell plántálnunk a reménytelenben. Számunkra is beteljesedik az ígéret. Igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Krisztusnak az önzetlen szolgálatban megnyilvánuló szeretete hatásosabb a gonosztevő megjobbításában, mint a pallos vagy a törvényszék. Ellen G. White, Jézus élete, 298. oldal.